Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Muric Zoltán, a Dériné Kulturális Központ hangtechnikusa, hangmestere. Köszöntöm itt a stúdióban! Üdvözlök én is mindenkit, kedves tévénézőket, rádióhallgatókat! A Karcagváros Önkormányzat képviselőtestülete a Magyar Kultúra Napja alkalmából Karcagváros kultúrájáértékben részesítette. Hogyan érintette ez a díj? Milyen érzések fogalmazódtak meg önben, mikor megtudta? Természetesen köszönöm szépen mindenkinek, aki ezen díj odaítélésében gondolt rám. Az előterjesztésben részt vett. Nagy megtiszteltetésnek érzem természetesen. Az elmúlt 18 év munkájának mondhatni megfogalmazható úgy, hogy hát nem gyümölcse, hanem ez egy szép elismerése. Eredménye, igen, nyilván jövőre mutató része is van, ugye, mert a következő 18 évben is azért a teljesítményt valószínű hozni kell. De nagy megtiszteltetésnek éreztem, köszönöm szépen még egyszer, és kivarak otthon a polcomon. Reggel, mikor felkerek, majd, hogy nem az az első, mikor meglátom. Tehát nagyon jó leső érzés az eddigi munkának az elismerése, de gondolom, hogy ez egy ilyen motivációs tényező is a jövőt tekintve. Sok munka lesz az elkövetkezendő időszakban is. Gyülekeznek a feladatok már erre az évre is, és nyilván szükség is lesz arra, hogy minden reggel beinduljunk és csináljuk azt, amit kell. Hogyan lesz valakiből hangtechnikus? Tehát hogyan és mikor született az elhatározás, hogy ebben az irányban kíván tovább lépni? Zenekarokban játszottam, gitáros voltam. És ahogy a zenekarokkal haladtunk előre, jöttek a koncertek, fellépések, egyre nagyobb színpadokon, egyre nagyobb hangosítási rendszereken, hát tetszett a dolog mindenképpen. Aztán, mikor a stúdiós munkáink is voltak, tetszett ez a stúdiós világ, az eszközök, a mikrofonok, hogy készül egy felvétel, és egyszer a szemem elé akadt ez a budapesti Octopus multimédia kép és hangtechnikai szakiskolának egy szórólapja, nem tudom, honlapja már, pontosan nem emlékszem, elolvastam, és akkor rögtön gondoltam, hogy na ez az, ami úgy hosszú távra el tudnám magamnak képzelni. El is végeztem az iskolát, és mivel azóta is benne vagyok, tehát ez így jött, maga a zenélés, a gitározás, az 95-ben kezdődött, és az attól kezdve szépen folyamatosan fejlődött ki a zenekari évek alatt. Tehát a zene is fontos szerepet játszott az életében. Milyen zenekarokban, itt karcagi zenekarokban muzsikált? Igen, karcagi zenekarokban zenélgettünk, összesen 18 évig voltam aktívan zenekarok tagja. Szólógitáron játszottam, összesen 5 nagy lemezünkkel, meg a 2 zenekarral, de már most a mostani életben már ez nincs jelen. Nincs is hangszerem, el is költöztettem őket otthonról, ne is lássam őket. Ugye a hangtechnikus az egy olyan ember, aki nincs színpadon, annyira nem látják, de nélküle nem valósulhat meg akár egy színházi előadás, akár egy koncert, akár egy ünnepség, hiszen mindenhol szükség van hangosításra. Ön hogyan éli ezt meg, ezt a fajta munkát, hogy háttérben van? Ez nekem tökéletesen megfelel, tehát nincs ezzel semmi gond különösebben. Tehát mindig ott vagyok. Tehát nyilván minket is látnak, menet közben felmegyünk a színpadra, ezt kell igazítani, azt kell igazítani, ülünk a keverőpultnál, oda jönnek hozzánk, és igen, itt is azt tudom mondani, hogy minden egyes gombot tudunk, a keverő mit csinál. Nem kell megkérdezni, tehát tudjuk, mit csinál, melyik gomb, mit csinál, mit, mikor, hova tolunk, tudjuk. Sokszor olyanok, hogy nem lehetne ilyen zenét betenni, nem lehetne olyan zenét betenni. Hát elmondom nekik, hogy a színpadon megy a produkció, élő zenekar játszik, ilyenkor nem tudunk berakni semmi zenét, tehát ilyennel is előfordulunk. Uh-huh. Tehát vannak vicces részei is a dolognak, uh-huh. De hát ugye csak egy munka, mert ugye először a zenekar igényeinek kell megfelelni, mikor megérkezik, vagy a produkció, vagy a színház, vagy az előadás, legyen az bármi. Tehát akár még egy versmondónak is lehet nyűgje. Uh-huh. Ugye először a színpadon lévő produkció igényeinek kell megfelelni, és utána, amikor az megvan, akkor nyilván a közönség igényeinek kell megfelelni, mert az egyiknek biztos hangos lesz, a másiknak halk. Az egyiknek melege van, a másik fázik. Az egyiknek
sok a fény, a másiknak kevés. És nyilván ez, mikor össze van fésülve, akkor elindul a rendezvény, és akkor, ha minden igaz, akkor optimális lesz mindenkinek minden. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!